Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Március 16-án kinyílik egy égi kapu a plejádok felé. Lesz újra egy portálna. Ezen az estén tartok egy szertartást, ami este 11 órakor indul. E-mailen keresztül jelentkezhetsz erre a szertartásra. Az energiai egyensúly az 4000 forint. Hogy mi van szó ezen a napon, ezen a szertartáson, erről beszámolok most ebben a videóban. Az, hogy mikor van egy portál nap, azt a maják számították ki, tehát ez a maja kalendáriumból van. Erről naponta írok a Facebook oldalamon, ez megtalálható Dendera Susanna Medici néven. Ott olvashatod, hogy melyik napon milyen energia van a maja naptár szerint. Egy portál nap azért különleges, mert itt nyílik egy égi kapu, és ez egy finom energiamező, aminek van gyógyító hatása. Vagy utal egy spirituális területre. Ebben a maja naptárban, hiszen ez a forrás, vannak úgynevezett rezgések vagy hullámok. Egy hullám 13 napig tart. A 13-as szám a majáknál egy misztikus szám volt, és ők úgy gondolták, hogy a 13-as szám szerencsét hoz. Március 16-a ez a portál nap, az a 8. hullámban van. Ez azt jelenti, hogy a múltban voltak húzavonák, hol így, hol úgy, nehezen tudtatok döntéseket hozni, bizonytalanságokat váltott ki. Ez még érezhető. Március 16-a az a 12. nap ebben a 8-as hullámban. És ez a nap azt jelenti, hogy vannak nálad ötletek vagy tervek. És valaki segít neked. Lesz egy találkozás, vagy lesznek ajánlatok, szerződések. Tehát érzed azt ezen a napon, hogy nem vagy egyedül. És szükséged is van ezekre a kapcsolatokra, vagy szerződésekre, ha meg akarod a terveidet valósítani. Ezen a napon, március 16-án Akbál uralkodik. Akbál lefordítva éjszakát jelent, ami a képen látható, ezért választottam ezt a képet. Tehát az éjszakáról van szó, az álmokról. De lehetnek álmatlanságok is, amikor nem tudsz aludni, nem tudod kipihenni magadat. Ez a szertartás segít abban is, hogy megtaláld a nyugalmadat, legyen egy mély álom, kipihent magadat. Ha álmokról van szó, akkor gondoljunk az álomképekre is. Hiszen egy álom az lehet egy lelki üzenet. Nem minden álomnál van így, de ha álmodsz egy történetet, és nem felejted el, akkor az valószínű egy üzenet számodra, a lelked üzenete, vagy az ő lelkének az üzenete. Persze a szimbólumokat érteni kell, ebben segít az álomfejtés, és én nagyon jó vagyok ezen a területen, és nyugodtan leírhatod az álmaidat, akkor megoldjuk ezt, hogy ez az álom mit üzen számodra. Most,
hogy így Akbálról, tehát az éjszakáról van szó, rátok bízom a kis titkomat. Én mielőtt elalszom, vagy reggel, ha felkelek, én mindig gondolok a jó Istenre. Ez olyan, mint egy ima részemről. Ennek van egy megnyugtató hatása. És én tudom azt, hogy a Földünkön kívül van valami más is az univerzumban, és megvan az a hitem, hogy itt az isteni erő uralkodik. És ha gondolunk a jó Istenre, akkor érezzük a megnyugtató hatását. A mai napon, ma reggel nagyon intenzíven elgondolkoztam azon, mit változtassak a gondolataimon és az érzelmeimen. És elhatároztam azt, hogy a mai naptól kezdve, napközben is, mindig csak a jóra gondolok. A természetre, a jó Istenre, a szerelemre, a férjemre, a családra, a szeretetre, sőt, még rátok is. Mert én úgy akarom kiépíteni ezeket a csatornámon látható dolgokat, vagy ha valakinek tanácsot adok, hogy olyan bizalom és szeretet fűzzön össze bennünket. Hiszen ha elgondolkozom azon, hogy mennyi rossz van a világban, gondoljunk a gazdasági helyzetre, vagy a politikai eseményekre, vagy a háborúkra, ezek tények, amire oda kell figyelni. De nem szabad ott maradni. És én elhatároztam, legalábbis úgy magamnak elhatároztam, hogy odafigyelek ezekre a dolgokra, hiszen kell, hogy legyen meg ez az információ, hogy mi történik a világban, de azonnal elterelem a gondolataimat más irányba. Ami szép, ami kedves, hogy szeretetben, békében, nyugalomban tudjak élni, ami a környezetemet illeti, vagy ami a kapcsolatot illeti veletek együtt. Tehát ez tulajdonképpen az én elképzelésem, hogy így kialakítom magamnak a magam világát, meg a környezetemet, és ebben a jó energiában maradok, mert úgy érzem, ez kell, hogy legyen a forrás. És nem tudom, hogy mi a véleményetek erről, ezt nyugodtan leírhatjátok a kommentárba, de visszatérve most erre a portál napra és erre a szertartásra, itt arról van szó, hogy legyen gyógyító erő, hogy áttegyük magunkat a félelmeken, a bizonytalanságokon, hogy ez a helyzet, ami kiváltott bizonytalanságokat, vagy egy húzavonát, ez véget érjen, hogy legyenek jó kapcsolatok, baráti kapcsolatok, vagy a családon belül, vagy a párkapcsolat, hogy legyenek előnyös szerződések, és arra is utal, hogy ez az álom, amit Akbál szimbolizál, hogy ez tényleg megvalósuljon. Persze ehhez kell a hitünket erősíteni, mert ha nem hiszünk ebben, akkor nem lesz belőle semmi. Tehát kell a hit. És én azt is kívánom, hogy legyen kapcsolat a jó Istennel, hogy bízzunk abban, hogy a jó Isten segít nekünk is, meg segít abban is, hogy végre béke legyen a Földön. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy
jelentkeznél a csatornámra, írd le a véleményedet a kommentárba, vagy keress fel a Facebook oldalon Dendera Medici vagy Dendera Susanna Medici. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderával!